A kiskörösi jelcé csapatai közül az U19-es gárda a bajnoki címért folyó küzdelemben a rivális Főnix ese fogtőgárdáját fogadja november 20-án szombaton 10 órai kezdettel. A labdarúgó csapatok közül a megyei harmadosztályban szereplő kiskörösi LC2 együttese november 20-án szombaton 13 órakor Szankon lép pályára. Az U16-os gárda november 21-én vasárnap 10 órai kezdettel hazai környezetben fogadja a Soltvatkerti TE együttesét. Az U14-es együttes szintén november 21-én vasárnap lép pályára, amikor 10 óra 30 perckor a Cegléd VSE ellen játszanak hazai környezetben. A kiskörösi KSK férfi kézilabda csapatai közül az U16-os csapat november 18-án csütörtökön 16 óra 15 perckor fogadja a Kecskeméti Sportiskola együttesét. Az U11-es csapat számára hazai rendezésű torna lesz november 20-án szombaton. A fiatalok ezen a napon 9 órai kezdéssel, a Kalocsai Gézengunz UKC 12 óra 45 perces kezdéssel pedig a Holler UNFC Dunaföldvár csapataival mérkőznek meg. Az ifjúságiak november 20-án szombaton a Bácsbogod és Porcsarnokban lépnek pályára 15 órakor a Bajai KSE ellen. Az U15-ös csapat szintén hazai rendezésű tornán szerepel, amely során november 21-én vasárnap 9 órakor a Bajai KSE 14 óra 50 perckor pedig a Sport 36 komló együttes ellen játszanak. A kiskörösi en női kézilabda csapatai közül az ifjúságiak november 19-én pénteken hazai környezetben fogadják 16 óra 30 perckor a kiskunhalas együttesét. A serdőlő csapat november 20-án szombaton 15 órai kezdettel hazai pályán fogadja a Nemes A megyei első osztályban szereplő felnőtt csapat november 20-án szombaton 17 órai kezdettel fogadja hazai környezetben a Nemes együttesét. A HC Kiskörös Spartak jégkorong csapatai közül az U10-es együttes mini tornán vesz részt Székesfehérváron. A fiatalok számára a torna november 20-án szombaton 11 óra 30 perctől kezdődik, melyen a kiskörösiek mellett jégre lép az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia, a Szexárdi Jégmadarak és a Várpalotai Lizárc csapata. Az U14-es együttes november 20-án szombaton 13 óra 45 perckor lép pályára a Budapesti Vasas Jégcentrumban. A Vasas SC B csapata ellen. Az U8-as gárda hazai rendezésű szupermini tornán szerepel november 21-én vasárnap 10 órától. A kiskörösi rajzatilla jégcsarnokban HC kiskörös Spartak fiataljain kívül szerepel még a Tisza Volán SC, a Dunaujvárosi acélbikák és a Bajai Lurkók gárdája.